sa príspevok vypočíta podľa vzorca. Iveta Rizikiová zo sociálnej poisťovne. Reklámot hallottak. Következő életművész. Remélem, követni tudom majd a szavajárását és az eszejárását. A mai életművészünk egy olyan ember lesz, akinek az életét átszövi a folklor. Mikor még az a világ volt, hogy a mobil még ilyenek nem voltak, érted? De ma lehetett menni nyugatra. Prutyi, Súvi meg a Márci. Dánielba. Ez akkor a strádon érted, vannak, 180-nak. Azért indultam el ebben a cudar időben, mert arra vagyok kíváncsi, hogy vajon az emberek tudják-e manapság, hogy mit jelent a folklor, és egyáltalán gondolnak erről a szóról valamit. Folk micsoda? Ez magyar szó egyáltalán? Folklor. Valami zenés műfaj, igaz? Uh-huh. Hát az ilyen népművészet. Ilyen ruhanemű. Valami népi dolog. Igen, mindenképpen a néppel kapcsolatot. Detto. Az nép hagyomány. Levezette Súvi a magait. Jó van, azt mondja. Hátam egy pizsama. Rendesen beültözött. Pizsama. Hálózsa. Érted? Strada mellett, tudod, ez a megálló. Mit tudom, egy kávéautomata. Megálltak. Kávéautomata rossz volt, mörögöttek. Úgy be a kocsiba tovább. No most. Súvi az én komám. Az állítólag szólt, hogy ő kimegyek lacsóba. Folklór. Nép, művészet, tárgy és szellemi néprajz. Mit csinált a homlokával? Neki mentem a falnak. Házileg vár a fapadon, idős nénike énekel, valami ilyesmi. Akkor ez egy ilyen dögunalmas dolog. Igen. Múzeum. Egy múzeum. És hol lehet jegyet venni? Mit tudom én, biztos nagyon drága. Ezzel a nénivel vagyok lefotózva. Szerintem ez folklór. Aha, és az összes fotó rajta vagy? Hát igen, mert ezt ki tudom akkor rakni a Facebookra. Mit jelent a folklór szó? Micsoda? Folklór szó. Folklór? Igen. Hát szerintem ilyen valamilyen népi hagyomány. Na, ez milyen népi hagyomány? Magyar. Magyar-e? Jó, nem tudom. The answer, my friend, is blowing in the wind, right? The answer is blowing in the wind. Folklór? Igen. Nem tudom, mit jelent. Közelben lehet valami jó kis hamburgert kapni, a jó szaktosat? Hamburgerest ismerek. De jó nagy legyen, nem az a pici. Hát ezek mentek, tudod, most letelt át. Még a 150 kilométerre, megint Súvi jött volna. Súvi, Súvi! Bedugós papucs. Pizsama. Hatos szemüveg. Február, éjszaka. Érted? Ki jön? Sehol senki. Ilyen kamionok álltak. Kopogtatott be az ablakon a kamionosokban. Azok még rögdöstak, hogy valami bolond elszökött valahol. Ahó! Gere! Ja, Gergő, hozzád jöttem. No, nem is itt lakom.
művész. Mega. Nem, várja. Ígyunk arra, hogy majd én leszek, nem tudom, mit akarnak velem. Életművész. Jó. De először dalol. És kezdjék el énekelni? De nem akar, mit várja. Magyar népdal. Magyar no, népdal. Hallottam olyat. Ha persze, jó, az iskolába. Jó. Na. Na, akkor. De rendes legyen. Megkötöm lovamat szomorú fűzfához. Megkötöm szívem... Mi az? Tudod, mi ez? Igen? Ez a szlovák himnusznak a dallam. Mi ez, amit most éneklek? Ez az egyik változata. Na, tatra húzza blízka, romi gyivó bíjú. Jó, meggyőztél. Meggyőztél, jó, rendben. Még egyet próbálkozhatok. Még na, próba cseresznek. Jó, na, várjunk a... A csítári hegyek alatt régen leesett a hó. Köszönjük, értesítjük. Nem? Most ez mi a baj? Nem, nincs semmi baj, nincs vele, de igazán es, szép. Ez már határeset, de ez is egy olyan fordulattal indul, igen? Hármas hangzat felbontás, ugye, ami megint csak nem igazán jellemző a magyar népdalra. Valami szép veretés, szép magyar népdal. Madárka, madárka, csácsága, madárka, vidd el a levelem, vidd el a levelem, szép magyar hazámba. Sikerült. Hát most jó van, rendben van, egy kicsit még azért popposan dalolod. Aj, popposan, majd megtanítod, hogy kell, jó. Na. Figyelj, szevasztok, megyek. Vissza kell mennem a... Köszönöm. Na, munkahelyemre, szevasztok. Hova mész te dolgozni? Neked van rendes munkahelyed? Miért ne volna, hát most... Tényleg? De előtte tényleg. Csak átöltözöl, hát nem így szoktál menni, gondolom. Minden nap ilyen ruhában megyek dolgozni. És nem szoktak megszólni az emberek? Ki? Ha nem tudom, a bárki. Hát azért nem mindennapi viselet ez. Na, mi lenne? Semmi, hát... Ez a... Hagyományok, házak. Ez volt a budai úri kaszinó. Kaszinó volt. Hintó, fiákerek, pezsgő, biliárd. Az igen. De Gergely, nézel meg a hölgy kosztümben van itt, meg öltönyben, de itt vagyunk a hagyományok házában. Ez a folklór. Bármi. Egészen a napról mindennapi cselekvésekre lemegy. Például, amikor viccet mondanak az ilyen öltönyösök egymásnak. Az folklór. Hát a vicc, vicc az egy folklór műfaj, egy szövegfolklorisztikai műfaj. Akkor mutatok neked most egy olyat, ami ezeknek a mindennapi cselekvéseknek a szintjén már a hagyományos kultúra irányába mutat. Látod, ez is a hagyomány része, hogy egyáltalán kocintunk. Ha miért kell kocintani? Nem, sehova nincs leírva, hogy nem, ez most tudom. Kötelező. Meg miért kell szembenézni? Meg az egyik, az, ugye, hogy hát úgy gondoljuk, hogy ezek az illemszabályok, de valójában ezt semmilyen valamiféle ilyen kézikönyv nem tartalmaz. Ez is folklór, ugye? Na ne beszéljünk, na, hogy meg kihűlt. Hajrá, ez a... Ham. Magyar Állami Népi Együttes. Júj, mekkora színpad! Szia, színpad! Asztal! Ez az előadóterem. Ekkora színpadotok van? Hát, az államistáknak. Állami Népi Együttes, itt szokott. Táncolni? Táncolni. Mutasz nekem egy két lépést. Nem vagyok egy nagy táncos. Kérni se kell. Jaj, gyere, táncoltass meg. Én nem tudok néptáncolni. Nem tudsz? Hát ezt nem kell tudni. Nem? Ehhez vezetlek. Szevasz. Na, ne. Amikor én a... Kész. Hoppá! Ugye? Na, de most figyelj! Milyen alacsony vagyok, igen? Majd akkor lemegyek. Mind a ketten a külsővel, külső. Jó? Egy. Gyerünk. Hopp! Csup! Ez az! Gyere! Tudsz te? Ha, hogy ne tudnál? Hát semmi ördögség nincsen benne. Na, jó van, de most akkor a gyűjtemény. Már is, most már.
Várnak! Aj, de olyan be vagyunk jelentkezve. Nagy színpad! Na, tessék! Ugye itt raktározzuk azokat a különféle dokumentumokat, amiket gyűjtés közben a kollégák, a régi nagyelődök, vagy akár mi magunk is, egy falvakba összegyűjtöttünk. Azaz. Igen, sikerült. Na, ez itt az enyém. Innen. Meg lehet nézni, ebben mind kazetta van? Meg annyi nyújj hozzá, mert itten. Elvirke, drága! Igenis. Földes ezt. Viri Elvire. Elvirke, a gyűjteménykezelő. Hát itt rend van, kérem szépen. Ezt az elsőt vegyed ki, drága, nekünk. Ez a legelső, ami a te nevedhez kapcsolatban? Ez a legelső. Ezen mennyi dal van, úgy körülbelül? Sose számoltam. De körülbelül. Órára megmondom, hogy 750 óra az össz, atyú, amit összegyűjtöttem. És ez csak dal, meg mese? Hat dal. Hangszerezzene, uh-huh. mese, szokás, hiedelem. Uh-huh. Ének természetesen. Na, ez az első. Rá van írva. Piramis. Hobó. Dorsz. Az igen. Valahol Janis Joplin-t is ír. Dinnyis. József, Jézusom. És az mind áthúzva, és azt mondja, busa. Busa. Fülekpülis, mucsiny. Csalkanyháza. 87, 86, 88. Az a korszak. Édesanyám rádióba dolgozott, és ilyen tekercses Uher magnója volt. No. És ezek ma nagyon jó felvételek, tehát technikai szempontból külön. Én ilyet nem is láttam. Na hát, aki 87-ben született. Ez már kicsit későbbi, uh-huh. 91. december 30. Szepsi. Bobo, Kakas, meg a Rigó Gyuszi. A Bobo volt a Zsiga Béla, Kakast hogy is hívták? Tamás Károly, azóta Brácsos. Rigó, hogy Nyúl Gyula. Ő volt a Gyuszi bácsi, igen, udvarnoki származású, kicsi öreg cigány prímás volt. Nagyon szépen muzsikáltak. No, itt van, ez például, tessék. Oh. Ez már egy ilyen későbbi modell. Hogy kell ezt használni? Ilyennel vettetek fel? Persze. Egy igazán jó kazettás magnetofon, hordozható, imbálható, minden helyzetben kiszolgálja gazdáját. Működik ez még? Hát nézzük meg, várjál. Nézzük meg. Van benne valami kazetta is. Ez biztos nem gyűjtés. Ez nem gyűjtés, ez Gershwin. A kék rapszódia. Na jó, hogy rá van írva, egy könnyű. Hát ez működik. Hát persze, hogy működik. És akkor itt, ez már egy fejlettebb cucc volt, mert itt már rá lehetett csatlakoztatni egy mikrofont, egy ilyen kis ügyeset, igen. De figyelj, akkor ezzel még ma is elindulhatnánk, és így vehetnénk fel minden. Simán. Ez csoda, ez hány éves készülék körülbelül? Hát, 30 megvan, nem? Több, mint én. Eszterke, bemegyek a jegyzőkönyvemért, jó, az irodába, és akkor mehetünk. Jó. Nem maradt a kulcs. Hol benne? Semmi, a kolléganő bezárt a kulcsom. Szóval hogy megyünk be? Ott van. Hol? Itt az asztalon. Hol az ott az asztalon? Na, de várja, megpróbálok benyúlni érte. Na, meg. Messze van. De várja, a kezem nem ér be odáig. Persze, hogy nem ér be, ott van az asztalon. Várj csak, és csak van. Remélem, nem haragszik meg itt a szomszéd asszony. Nem engedem neked. Miért nem? Mert te lejted. Én? Igen. Bolyan. Most ugrik a majom a vízbe. Na? Azaz, óvatosan. Várjál már. Gyer meg, van. Azaz, hopp, hopp. Nagyon ügyes vagy, lassan. Várjál. Nem nyúkál. Lassabban, mert le... Majd én. Gratulálok. Na. Itt a jegyzőkönyv. Itt van, ahol gyűjtögettem.
Pajnácskó, Bénes, Őrek, Pérse, Gálsa, Ipoly, Nyitra, Ipoly, Bojk, Pin, Célhegy, Naddarócz, Rap, Mucsiny, Pilis. Ez főleg Pilis. Az igen. Onnan származik a öreg Agócs Gergely, akiről nevemet kaptam. Füleg Pilis. Morgó pusztán született. Morgó pusztán? Ott. Mivel foglalkozott? Szalmadó juhász volt. Juhász, ő is. Ha mi, én juhász vagyok? Jó, nem. Várja. Ezt mikor írtad ezeket? 88-89. De hiányos az anyagod, fiam. Igen, mert hiányos volt. Na, mehetünk, akkor indulhatunk, minden megvan. Mindjárt, csak nagyon éhes vagyok ezek. Most? Most. De most nincs idő, most meg... Kivárod, nem sok. Egyél ti is. De itt van. A kis uzsonna. Hát, vagy mi. Kenyér. Nasz, egy csücsök. Ez a tied. Báj. Mangalica sonka, ami maradt. Saját gyártmány. Mondjam urasan, prosciutto. Prosciutto. Tiszta íze, idegen nyelveként tudok beszélni. Nagyon finom. Mi volt a mi, és azt te leszed előre. Gyere, induljunk el. Gyere. Füzet. Jegyzőkönyv. Gyere. Teljesen mindegy, bárhol lehet. Hát nyilván más-más mélységű dolgokat, de mindenhol van. Jó van, Gergely, hát akkor vigyél. Valójában emberektől kell kérdezni emberektől. Bármit. Aki ember és itt mozog, mindegyikben van valami, ami folklór. Oké, rendben. Fogadjunk. Figyelj, én rád bízom magam, tanulok, figyellek, menjünk. Jó napot kívánok! Sziasztok! Bocsánat, zavarhatunk egy pillanatra. Magácskának mi a nótája, drága? Az én nótám. Hely Dunáról fúj a szél, szegény ember mindig él. Dunáról fúj a szél. Úrfa dala randa, gyecser birzséla, nama nama. A Dunára ne fújna, olyan hideg se volna. Ki avularlar. Dunáról fúj a szél. Nekem város Urfa, Eufrates mellette, ennek, ez a városnak van egy ének. Egy kérdés, honnan ismeritek ezt a nótát? Az iskola. Suli, hát ez a gond. Mi a gond? Hát, hogy egy csomó már így a könyvek által, különféle énekes könyvek, énekzene tankönyvek által terjed. De hát az baj, hát már egy többször. Hát nem baj, ez önmagában szuper, de azért mégiscsak egyfajta rásegítés, tehát ez már nem a családi hagyomány. Akkor keresünk valami olyan dallamot, ami nem folklór, illetve ami folklór, de mégis mindenki tudja. Mutatok egy dallamot, ami nem folklór. Igen. De szerintem a szöveg rá az folklór lesz. Tényleg? Na, halljuk a dallamot. Mondjátok olyat, hogy ennek mi a szövege, hogy... Na. Nem hallottad soha? És... Tudjul a bádogos és... Vízvezeték szerelő. Nagyon jó. Na, de hallottad ezt már, ezt a szöveget rá? Korábban? Igen, ugye? Tényleg. Ugye? Na, ezek így alakulnak. Vagy például úgy... Szólj anyádnak, hozzom pénzt! Tessék! Igen! Mondd anyádnak, hozzom pénzt! Ez az! Szólj anyádnak, adjam pénzt! Tessék. Igen, na! Ott és van. Akkor hogy van? Szólj! Én nem éneklek. Ez nagyon jó példa arra, hogy még mindig működik valami igénye az embereknek, hogy értelmet adjonak a dallamoknak, igen, ilyen szövegkódok kialakulnak. Szólj anyádnak, hozzon pénzt, az folklór! A szöveg igen, hát a dallam nyilván nem. Nem hiszem el. Kis olyan korábban, jártak ki játszani így? Játszani? Hát hogy ne játszottunk. Na jó, de miket játszottak? Hát mindenfélét. Akkor nem volt ilyen... Búj-búj zöld ág még volt? Tessék? Búj-búj zöld ág.
Hát persze, az is volt akkor. Az csutkából csináltunk babákat, meg kukorica csutkából. Igen. De ez még ide is eljutott Pestre? Hát Pesten alig vannak pestiek. Hát itt alig van olyan ember, akinek mind a négy nagyszülője Pesten született. Hát az egy népvándorlás volt akkor abban az időben. Tartsam rá. Na, hát igazad volt, tényleg érdemes elindulni. Bárhova nyúlsz, bárhova nyúlsz, ott van a folklór. Folklórba botlasz. Csak éppen az emberek nem is gondolnak rá. Kéményseprőt, amikor lát az ember. Az mit jelent? Én megszoktam simogatni, és összerakom a két filmet, és addig nem, hogy törött üveget nem látok, vagy taxit, vagy rendőrautót, ilyesmi. Igen. Taborás vagyok, így van, ha ez a kérdés. Szuper. A babona is folklór? Ez egy csúnya szó, amit használunk a néphitre, a hiedelem világra. Akkor ez valahonnan származik, mély gyökerei vannak, évezredes gyökerei vannak, ezeknek adott a szerencse képzete, hát ez egy nagyon fontos dolog. És milyen jó változat, ugye? Mert nálunk is van ilyesmi, de egy másik változatban. Ott apácát mondanak, vakablakot, meg ilyeneket. Vakablak. Itt meg rendőr, zöld taxi, tessék. Na, ezt te se ismerted? Nem. Na, tényleg ebben a változatban nem. Hát ezek mind alakváltozatai a mi kultúránknak, kérem szépen. Jó a mellénye. Ugye? Én is szeretem ilyen... Alakon kéne változtatni. Igen, na, mit szólsz hozzá? Figyelj, rengeteg ember van még az utcán, rengeteg idő van, úgyhogy szerintem folytassuk, lehet, ha már neked van, de figyelj, csak nekem a haverokkal van muzsikálás az este. Figyelj, akkor menjünk, és akkor útkezdve visszahallgatjuk azt, amit felvettünk, jó? Várjál, csak visszatekerem, hogy működik ez. Aztán! Húha, Gergő! Bizonyára ismerik azt a jelenséget, amikor egy kazettás magnó megeszi a szallagot. Hát nem könnyű Gergely nyomában maradni. Édesanyám Róza fája, ismerem. Azt tudod? Mondd akkor dalod. Jó, de csak akkor, hogyha teheget veszek. Én? Igen. Ezek megölnek. Nem, hadd hegedüljön. De nem tudsz csak szeretni. De, hogy nem, hadd hegedüljön. Na, szavazzuk meg. Gergely, hegedülj nekem. Ezt akarod mutatni. Tamás a prima. Nem, Tamás a prima. Hogy volt? Segítsek meg. Szar legjobb hegedűség. Nagyon szépen hegedültél. Na, ez a Bertók Mihály. Igen? Hát ez egy nagyon komoly dudás volt, kérem szépen. Az egyik
legzeneibb dudálás, ezt úgy kell érteni, hogy mindig kínosan ügyelt arra, hogy tiszta, kristálytiszta legyen a dudája. Olyan érzelmesen tudott dudálni, hogy szinte nem is képzelik el a laikusok erről a visító hangszerről, hogy milyen szépen lehet rajta játszani. Készített is dudákat, mondjuk az enyém, uh-huh. Az a, nem az ilyen, mert ez ugye kosfejes, látod? Uh-huh. Kosfej. Van különböző fajtája egyébként. Persze. Van a kosfejes, az igen. Az igen. Kecskefejes. Kecskefejes. És ményeskefejesek vannak a Délalföldön. És mi a különbség köztük? Hát, hogy a kosfejeseket, ugye kosbőrből, a kecskefejeseket, kecskeből, menyecskefejeseket. Hát az csak menyecskéből csinálják. Nem, de mi a különbség? Nem, semmi különbség. Semmi, csak díszítésben. Passz ki, hogy díszítette. Uh-huh. Ez pont arra a mintára van készítve. Uh-huh. Kecskefejes. Mint a Bertók Mihálynak a kecskefejes dudolja, uh-huh. Egy kiváló cimborán Tobak Feri készített San Franciscóban. Magyar dudának a szerkezetje áll egy fejből, avagy sípszar tőkéből van a sípszar, abba két sípkamra, abba két síp. Akkor van a igen. Pipka, pipka, pipka tőcsér, csimbók, hogy tudjuk kik vagyunk, itt van, kérlek alasson a saskarom. Saskarom, akkor saskarom, tömlő, minek kell a saskarom? Saskarom azért kell, hogy? Mert itten kérlek szépen látod, ez a lyuk félig be van tömve, mély viasszal, mert túl magas. Ó, de ez változik, mert ez nagyon kényes hangszer. És akkor ezzel szoktátok kikaparni? Ezzel belőle? Kipiszkálom, vagy alakítom, hogy úgy legyen, hogy ott maradjon. Itt van a tömlő. A tömlő. Ez egy jó nagy bakkecskéből. Ez van kutyabőd, ez ez bak volt, itt van a pöcse, látod, elkötve. Úgyhogy, ez kérde szépen a klipács tőke, meg a klipács, benne van az arszelep. Igen, de ez micsoda? Egy fújjon fel. Ja, azon keresztül fújjon fel. Régi dudások mondták emlőnek is. No. Az idézet, hogy aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni, az mit jelent? Ennek van valami köze egyébként a dudához, vagy egyszerűen csak jól rímel? Hát, pásztorok voltak, sok mindenhez értettek, és többek uh-huh. között a mágiához is. Tehát ezek nem hülyeségek, ezek és tényleg van ilyen hatása egyébként a dudának, vagy magának a hangszernek, amikor megszólal? Persze, hogy van. Főleg, amikor valaki dudál. Igen? Tehát ennél jobb hangszer nincs a világon. Ilyen révülős hangszer. Igen? Amikor először megfújod úgy, küszködsz vele évekig. Én, vagy két évig csak néztük egymást. Ő lógott a szögön a falon, én még lent azt így néztük egymást. Egyszer-egyszer levettem, megpróbáltam, nem ment. Visszakasztottam, legyen a dísznek. Uh-huh. De aztán egyszer, mikor először, hogy igazán szépen tisztán megszólalt, az egy olyan élmény, mint hogyha repülne az ember. És akkor fújod, és 5 perc után már olyan, mint hogyha nem is ezen a világon volna. Elrévül az ember. Hihetetlen izgalmas dolog, dudálni. Aki nem dudált, nem tudja. Megfújod nekem? Itt most nem dudálok, hanem elmegyünk egy helyre. Igen. Pokorra szállunk. Mert ugye, mondtad ezt a nótát. Igen. Pokorra kell, majd most pokorra szállunk, hát ha még a ördögök, meg a szellemek is megjelennek. Kellemészebb pokol? Igen. Nekünk. Jönnek, mennek szembe, keresztbe. Na. Akkor ez lesz a mi helyünk a dudáláshoz? Lássuk, hogy mit idéz meg ez a dolog.
I join for a song? Yes, Valerie. Yes, please. It's gonna be an Irish song. Yes, do you know Irish music? Maybe. Lord of the Dance, maybe. No? Yes. Can I sing it? Yes. Yes, please. Okay. No? I danced in the morning when the world began. I danced on the moon and the stars and the sun. I came down from heaven and I danced on earth at Bethlehem. I had my birth. Dance, dance, wherever you may be. Danki, poďte sem a povedzte, ktorá je vaša nota. Už grem, už grem. A teraz. My sme chlapci z Kościerzyny, máme babky jak maliny. My sme chlapci z Kościerzyny, máme babky jak maliny. Šerene oči má. To musí byť mami láta, ako frajerečku viacem, co má meno Katerina. Ja nemohla ísť. Černé oči má, to musí byť mami láta, ako frajerečku viacem, co má meno Katerina. Výborné! És most mi lesz? Most még mi lehet? A poklokat megjártuk. Most itt az idő, hogy a nagymestert is megösmerjed. Még egyet lehelek bele, ha oda-vissza. Itt lakik Pista bácsi. Megnézzük itt, honnan az öreg várja. Sok tanítványa volt Pista bácsinak? Jaj, úristen, hátom, mennyi tudós van, mennyi van, akkor lehetett 10, most meg van 200. Vannak ma tőlem külön tudósok is, mint én vagyok. Gergely, vannak külön tudósok? Különbek nincsenek, fiatalabbak vannak. De azok is Pista bácsi tanítványai, akiknek már tanítványaik vannak. Értem. Iskolában tanítanak. Én nem bírok, én ma nem tanítok. Én ma nem bírok. Furladok. Igen? 95 esztendő. Furladok. De nem bírom fújni. És a Gergő milyen tanonc volt? Az a helyzet, hogy nagyon nehezen tanulta a Dilla. De... A Duda. De az a helyzet, ha én is leteszem a süvegemet most, mert meleg lesz ide. De. Olyan hangszer nincs jóformán, hogy ő ne tudna rajta. Írillem őtet nagyon, de nagyon szeretem. Mert mikor ma a tarogatót meghallom, akkor ma rögtön kraszna horka van az agyamba. Ez úgy kérem, minden, ez zongorató kezdve, tarogató, furulla, flóta, duda, gürt, mindenen tud. Mindenet? Így van, Gergely? Hát de minden hangszeren tudod. Csitere, mindennek. Hogy az Isten csinálta ezt, tehát, hogy olyan gyorsan megtanulta. Hány éves volt, mikor elkezdett tanulni magánál? Én? Gergely, fiatal volt? Én nem kérdeztem meg. Nem. Én csak azt kérdeztem meg, nem is úgy mondom meg, hogy is. 92-ben találtatok rám. Ebbe konyhába bejövünk, leültünk. És akkor elkezdtek engem faggatni, hogy hány éves vagyok, milyen, hát mondtam, hát juhászattal foglalkozom, stb. Tudok-e valami hangszeren? Tudok én dudalni is, tudok én furullalni is.
csak egy furullóba fújják bele. Bent voltak a furullóba, most kint vannak, bent voltak a furullóim a másik szobába, befújtam egy abba a furullóba, amit az édesapám, az ő apjától örökölt. Akkor belefújtam a furullóba, ez kell nekünk! Úgy volt, hogy 79-ben itt jártak ilyen svájciak, azt megvették a dudája Pista bácsinak. Oh. És nem volt dudája, igaz-e így volt? Na. Hoztok ezt a te dudát. Ez meg az övé volt. És te a saját dudádat odaadtad? Odaadtam én, hát hadd dudáljam. És utalóta ebben dudálok, stb. Mindig, és ebben megyek, lesz. Pista bácsi. Nem játszik ide, nekünk egyet rajta. Fújjon ma, fújjon ma egy nóta. Fújjon bele. Jaj, hát ha sikerül, hát fogjuk Bordót ezt a... Hiába nem bírok. Én azt hittem fiatalkoromban, hogy a szüzőm nem fog megöregenni. Azt nézzék el, velem együtt öregszik. Főleg kivár. 1257-ben ma úgy említik, mint egy létező erődöt, és ha tényleg egyik legnagyobb várkomplexum itt a Középfelföldön. Sokat voltál itt fiatal korodban? Eddig 18 éves koromig itt laktam. Az igen. Nagyanyám még neveltek. Nagyon szép. Meg az unokaecsémén. Szervusztok. Gyercsek ide, csecskék. Jó napot. Legyetek üdvözölve füleken. Tehát a Magócs Attila unokaecsi, Ágócs Attila, a múzeum igazgatója, szevasz. Na hát, de hasonlítotok egy olyan, mint a fiad lenne. Ha kevernek is. Tényleg? Hát mikor kevertek titeket utoljára, mert azért látszik, hogy van a tapasztalat. A tapasztalat, köszi szépen. Van ez a történet ugye, hogy én itt az intézményt vezetem, a VAR múzeumot, és igen? Akkor ez úgy terjedt el a városba, hogy láttuk Gergőt, aki hazajár Budapestről, és minden nap kétszer feljön, és ő fújja a tarogatót, mert hogy ez én vagyok ő szerintük. Tehát, hogy én Gergőket... Dehogy hat, az Pesten lakik. Ne beszélj, ma minden nap látom menni fel a várba. Összekevertek benneteket. Persze, mert ugye, hát itt felvételről, hangfelvételről szól a tarogató minden nap. Az enyém, az tényleg az enyém. Kívánok. Főleg sávol. Itt kezdtél a gyűjteni? Itt, ebben a faluban. Emlékszem, hogy melyik ház volt? Hát az leges-legelső az ott fent volt. Igen. Szacskó Pista bácsina. Őhoz azért mentünk, hogy hát, mert a tánc. Tánc együttesben táncoltunk, ugye. Barátommal eljöttünk ide, hogy eredetibe lássuk a vasvári verdunkot. És hát oda irányított nagymamám, hogy oly, Szacskó Pista sávolyban, az nagyon tudott táncolni. Mentünk, bekopogtattunk, és jött két bottal a kis öreg. Na de hát nagyon szépen dalolt nekünk, és ott még nem tűnt fel semmi, vagy valahogy az is nagyon jó volt élménynek, de mikor erre lefele sétáltunk, ebbe a kapuba állt egy néni, és hát én ugye azzal a ügybüzgalommal oda mentem hozzá, hogy jó napot kívánok, tessék mondani, hogy nem tudna nekünk valakit javasolni, aki olyan jó tudna ilyen szép régi nótalkat énekelni. És akkor ő meg így, ahogy állt a kapu, hát melléket fiam. Mondom, hát biztos maga is tud, szép régi nótalkat. És azt mondja, melléket fiam. Hát ha csak azt nem, hogy egyenlik a búcsony, esély akar lenni, esély akar lenni. Itt tartam, és földbe gyökerezett a lábam, végig futott rajtam a hideg, és akkor ott eldőlt, hogy mivel fogok. Onnantól már végig foglalkozni. Komolyan, az volt ez a pillanat? Az. Elhatároztat, hogy neked ez a feladatod? Így van.
miért csinálod? Valami olyasmit tudnék válaszolni, hogy a legfontosabb számomra az, hogy én ott voltam. Kideríteni. Tudod, amit daloltam neki, szóval tart. Igen, a ködelik a bucson. Ködelik a bucson. Tudod, mi az a bucsony? A bucsony, ez a hely. No, nagyon hely. Bucsony, hogy... Ködelik, meg ködben úszik a bucsony. Így van, hogy tudja még valaki a faluba. Jó, rendben, de jó? Ilyen késő jó rendben, merjünk még kapunk. Hát most figyelj, jobban itthon vannak, mi napközben kaparnak a kertbe. Meg ahogy nem kopogunk a kapunk. Ez műveltség van, csengő. Csengő. Jó estét! Jó estét kívánok! Elnézést a zavarásért! Kolynok Erzsi nénit ismerte már? Igen. Na, azt dalolta nekem, ködellik a bucsony, eső akar lenni, hogy tudja-e még itt valaki a faluba? Hát én biztos nem, mert engem is idehozták Savoyba. Honnan? Somáról. Hon az az idősebb, akire gondol? Grenyó Irén néni. Irén néni miért lakik a sídiszögbe. Csókolom, Agócs Gergely vagyok, jó estét kívánok! Csókolom! Grenyó név vagyok. Na, magához küldenek minket itt ma többen a faluba, hogy hát, ha tudjak még a faluba valakit, azt a nótát ködellik a bucson. Hát, mi próbálkozok velük. Igen? Csináljunk fel videót. Köszönjük szépen. Szabad lejönni, tessenek, foglaljonnak helyet. Köszönjük. No. Isten hozta magukat. Köszönjük szépen. De most Irén is dokumentálva lesz. Igen. Ez bekapcsoljuk. De ködellik a bocsony, eső akar lenni. Eső akar lenni. Hogy korog a manganyaj, haza akar menni. Haza akar menni. De ne korogj manganyaj, nem megyünk még haza, nem megyünk még haza. Nagyon jó. Hát megtaláltuk, Gergely. Ez volt az első dal, amit gyűjtöttél. Ez. Most már nekem is megvan. ez a folklór. Ez a folklór. Most igen. Már azt hiszem, kicsit kapizsgálom. Már hálad rá, Isten. Hiszem valami nagyon fontos dolgot, meg valami nagyon lényegeset mindenből én megértettem, és remélem, hogy mind azok az emberek, akik ezt látják, ők is megértenek ebből valamit. Hát reméljük egész pontosan megtudni, mi a folklór, az erehoz egy egyetemre be kell iratkozni, ott több helyen tanítják ezt Magyarországon, de az, hogy miért ilyen fontos, azt talán még ott sem magyarázzák el pontosan. Azt szoktam mondani, hogy a magyar az hova tovább, ma már csak egy nyelv. És ez ellen küzdenünk kell. Tehát, hogy nekünk van egy jellegünk, egy kulturális jellegünk, jellegzetesek vagyunk. Különféle dolgok miatt, amelyek nagy-nagy része a folklórban keresendő és található meg. Tehát ahhoz, hogy ne csak ilyen globalizált zombik legyünk, ahhoz a magyarságunk mellé ezeket az értékeket bizony meg kell tartanunk. Volt, hogy válogatott melegítőbe ettünk kolbászt. Oh, Attila! Egy picit a mai napig naív ember vagyok. Szeretnék egy kicsit edzeni. Ne tegyek, kérném a jó napot! Hát mi? Gyerünk! Neee!